Az új tanműhelyben dolgoznak a Déli Agrár Szakképzési Centrum, Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium cukrász és péktanulói. A legkorszerűbb eszközöket tartalmazó helyiségeket most alakították ki, egy közel 240 millió forintos pályázatnak köszönhetően. De a pénzből az intézményhálózat Lengyelen található iskolájába nehézgépeket is beszereztek. Jelenlegi szekszerű beruházás egy GINOP 627-es pályázati konstrukcióba valósult meg. Ez a pályázat az ágazati képzőközpontok infrastruktúrás fejlesztésére kiírt pályázat. A Déli Agrár Szakképzési Centrum két iskolájában, a szekszerdi Csapó Középiskolában, illetve a lengyeli Aponyi Sándor szakképzőiskolában valósult meg. A szekszerdi beruházás kapcsán egy teljesen új pékcukrász tanműhelyt sikerült a mai napon átadni. Egy ilyen 142 millió forint összköltségvetésből valósult ez meg, míg a lengyel iskolában pedig a mezőgazdasági gépész oktatás feltételrendszerét javítottuk. Egy 72 millió forint értékben, ahol egy új New Hollandot sikerült beszerezni, és az ehhez kapcsolódó munkaeszközöket. A felnőtt képzésben az előző tanévhez képest meg négyszereztük a beiratkozottak létszámát, és nem csak a beiratkozottak, hanem itt ugye hál' Istennek a lemorzsolódása az nagyon-nagyon alacsony, és most már ott tartunk, hogy majd 1000 fő az, aki ebben a tanévben a Déli Agrár Szakképzési Centrum valamelyik iskolájába felnőtt képzési jogviszonyban valamilyen képzést végzett. Nagyon széles a spektrum, illetve a paletta a mezőgazdaságtól az élelmiszeripari képzéseken, de épp az erdészeti ágazathoz tartozó képzéseinkben is egyre több megkeresés érkezik, duális külső gyakorlóhelyeiktől, partnereinktől, de úgy egyébként, aki hallja, hogy milyen felnőtt képzési tevékenységet folytatunk, ők is egyre inkább keresnek fel bennünket, hogy mikor indul mondjuk egy méhész tanfolyam, vagy éppen egy állategészségügyi asszisztens tanfolyam, tehát nagyon-nagyon sok és egyre nagyobb, hál' Istennek, az igény. Horváth István a térség országgyűlési képviselője az átadón arról beszélt, 2020 óta, amikor létrejöttek az agrár szakképzési centrumok, Tolna vármegyében egymást érik a fejlesztések. Ez pedig garanciát jelent arra, hogy az intézményekben tanuló diákok szakmáik legjobbjai legyenek. Nagyon fontos az, hogy ami korábban a szakképző intézmények a túlélésért küzdöttek, 2020-tól gyakorlatilag egy egységesebb és jobban fenntartható szakképző hálózat jött létre, ahol minden olyan szakmát meg lehet találni, ami a mezőgazdasághoz, az élelmiszerfeldolgozáshoz, illetve a vidéki léttel kapcsolatos tevékenységekkel összefüggésben van. És nagyon fontos, hogy ezekben az intézményekben tanuló diákok mindig a legkorszerűbb, a legjobb tudást kapják meg, a legjobb és legkorszerűbb technológiákkal együtt. Ezért Szekszárdon is nagyon sokat fordítunk arra, vagy nagyon sokat gondolkodunk arra, hogy a Csapó Dánielben is mindig a lehető legkorszerűbb technológiákat hozzuk oda. Nem régen egy új vágópontot adtunk át, most egy új pék és cukrász üzemet, de a déli szakképző központhoz tartozik a lengyeli szakközépiskola, ott új növénytermesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági gépeknek a beszerzése valósult meg. A beruházás több mint 260 millió forint értékben jött létre, és én azt gondolom, hogy ez nagyban hozzájárul térségünkben lévő mezőgazdasági élelmiszeripari szakképzésnek a magasabb szintű üzemeltetésére, illetve működtetésére. Az átadó ünnepségen részt vett Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára is. Ő arról beszélt, hogy a kormányzat 750 milliárd forintos támogatási programmal segíti az élelmiszereket előállítókat. A magyar kormány az Európai Uniós forrásokból 750 milliárd forintot különített el az élelmiszeriparra. Az agrárium abban a szerencsés helyzetben van, hogy az agrárium már megkapta az Európai Uniós forrásokat. Soha nem látott mennyiség az, ami az élelmiszeriparra fog ebből fordulni. Ez a legalább 750 milliárd forint, ez 50%-os támogatás, tehát ez azt jelenti, hogy ebből másfél milliárd forint állami beruházás, vagy nem állami, hanem másfél milliárd forint fejlesztés, 1500 milliárd forint fejlesztés fog megvalósulni. Ez az élelmiszeripar jövőjét és alapját leteheti. Nekünk az a célunk, hogy a magyar élelmiszeripar
mutassa meg azokat a lehetőségeket, amik benne rejlenek, hiszen Magyarország 20 millió ember ellátására már most is alkalmas, de mi azt szeretnénk, hogy a maga bíróállamot megteremtessük, ne szoruljunk importra, és a teljesen ellátást meg tudjuk valósítani azokból a termékekből, amiknek az előállítására képesek vagyunk. A mostani beruházás sorozatra több mint 236 millió forintot költhettek az intézmények.